Tisztelt országőr, és megadom a szót Novák elődnek, a Mi Hazánk képviselő csoportja vezérszolgálatának parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, ez a törvényjavaslat a vietnámi szocialista köztársasággal megkötött új bűnügyi együttműködési megállapodás kihirdetését célozza. Bizonyára a vietnámi vendégmunkások magyarországi létszámának növekedése miatt. A vietnámi miniszterelnök Klaus Schwab a Világgazdasági Fórum elnökének meghívására érkezett az idei Davoszi Világgazdasági Fórum konferenciájára, és hazafelé menet látogatott el Orbán Viktorhoz. Az együttműködést mutatja, hogy a Stipendium Hungaricum keretében évi 200 vietnámi hallgató tanulhat ösztöndíjjal már így is magyar felsőoktatási intézményekben, tehát a magyar adófizetők pénzéből. 2022-ben Magyarországon közel 4000 munkavállalási engedélyt adtak ki vietnámiak számára, ezzel mintegy 7000-re nőtt a hivatalosan Magyarországon munkát vállaló vietnámiak száma. És hát ez még csak a kezdet, hiszen tudjuk, hogy mire készül, hosszú távon lakosságcserére is tulajdonképpen a magyar kormány a demográfiai válság megoldása helyett. Ahelyett, hogy szembenézne azzal, hogy a tavalyi évben olyan kevés gyermek született Magyarországon, mint még soha. És hogyha ez a mélypont nem volna elegendő, akkor idén januárban további 12%-kal csökkent a Magyarországon megszületett gyermekek száma az egy évek korábbi mélyponthoz képest is. És ezek után nem látunk például ilyen társadalmi célú hirdetéseket, csak kormánypropagandát. A költségvetésben sem látunk fejlődést, sőt, idén 50 milliárd forinttal kevesebbet szánnak családtámogatásokra, és akkor még az inflációról nem is beszéltünk. Tehát nem néznek ezzel szembe, vagy ha szembe néznek, akkor úgy kívánják megoldani, hogy egyfajta lakosságcserével, vendégmunkások behozatalával oldják meg ezeket a problémákat. A Mi Hazánk mozgalom viszont egészen mást kínál. A hírek szerint egyébként úgy olvashattuk, hogy csábító a vietnámiak számára, hogy jó fizetést és szociális ellátást kapnak Magyarországon. Egyébként korábban is volt már ilyen megállapodás a két ország között, most a bűnügyi együttműködés köre szélesedik. Korábban elsősorban a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények és a szervezett bűnözés felderítése volt a megállapodás tárgya. Most már az élet és testi épség elleni bűncselekményekre és többféle vagyon elleni bűncselekményekre, emberkereskedelemre is kiterjedne a két ország közötti bűnügyi együttműködés. Na vajon miért? Hát eléggé magáért beszél, még ha az indokolásban nem is vették bele őszintén, és még ha eddig senki szóba sem hozta a KDNP nagyívű 5 másodperces vezérszónoklatában sem ezt a témakört, de egyértelmű, hogy a szorosabb bűnügyi együttműködésre a vietnámi vendégmunkások létszámának megnövekedése adott okozt. Okot. Erre őszinte választ várnék most legalább a zárszóban a kormánytól. Ugyanis a kormány március 15-i megemlékezésén is már az egyik huszár is vietnámi volt, az érzékenyítés tehát elindult. Fogadjuk el, ez a lakosságcsere teljesen természetes, nyugodtan huszárként is fel lehet léptetni a magyar nemzeti ünnepen egy vietnámit. Nem beszélnek viszont a vendégmunkások behozatalának súlyos következményeiről, én viszont figyelemfelhívó jelleggel is 1 millió forintos nyomravezetői díjat ajánlottam, és hát ajánlanék fel most is, hogy segítsem egy szexuális erőszak miatt körözött vietnámi vendégmunkás elfogását. A kormány által is elismert migráns bűnözésnek van két olyan fajtája, amelyről nem szeret beszélni a Fidesz. Az egyik a régi migránsaink körében elterjedt, hát mondjuk úgy, hogy C-típusú bűnözés, a másik pedig a most kialakuló vendégmunkás bűnözés. A Miskolci járásbíróság tette közzé, hogy elrendelte annak a másik vendégmunkásnak a letartóztatását is, aki a megalapozott gyanú szerint egy borsodi kisvárosban tartott augusztus 20-ai rendezvényen több nőt kísérelt megerőszakolni, egyiket ököllel fejbe is verve. De ekközben sikertelenül körözi a rendőrség azt a másik vietnámi vendégmunkást, akinek hasonló esetéről nem is volt semmilyen híradás.
Bár a rendőrség ez esetben nem tűzött ki nyomravezetői díjat, inkább lapítanak, nem akarnak ezekből természetesen híreket, miként megoldás sem úgy tűnik. A felajánlásom nyomán mégis lehetne egy 1 millió forintos nyomravezetői díj, de a rendőrség inkább visszautasította a felajánlásomat. Indokolásuk szerint ugyanis magánszemély által kezdeményezett díjkütűzést az irányadó szabályozás bár nem zárja ki, de idézem, arra tekintette, hogy ön az ügyben közvetlenül nem érdekelt, a díjkitűzésre irányuló kezdeményezése nem teljesíthető. Tehát ha az embert nem erőszakolják meg, akkor már nem is ajánlhat föl például nyomravezetői díjat. Egészen elképesztő, hogy még a kormányzati hiányosságok pótlását sem engedik civil felajánlásból. Sőt, Orbán Viktor szerint illedelmesen kopogtak ezek a hazánkban törvényesen tartózkodó, szexuális erőszakot elkövető vendégmunkások. A Mi Hazánk mozgalom szerint azonban az efféle eltérő kultúrájukra nincs szükség, így a nekik épülő akkumulátorgyárakra sem hazánkban. Szükség van viszont a kémiai kasztrálásra, a nemi erőszakot elkövetők megfékezéséhez. Az ezzel kapcsolatos törvénymódosító csomagot már be is nyújtottam az országgyűlésnek. Ha ilyen szigorral lépnének fel a hatóságok a migráns bűnözőkkel szemben, a vendégmunkás bűnözéssel szemben egészen konkrétan, akkor a bűnözőknek kevésbé lenne vonzó célpont Magyarország, és családjaink pedig nagyobb biztonságban élhetnének. Kérem ezért a tisztelt kormányt, hogy egyértelmű választ adjon arra, hogy erre a törvényjavaslatra valóban azért van-e szükség, mert láthatóan és elég durva mértékben már most is 4000-ről 7000-re nőtt például 2022-ben a vietnámi vendégmunkások száma, és ezt kívánják a jelek szerint tovább bővíteni, ami a Mi Hazánk mozgalom szerint azonban elfogadhatatlan, különös tekintettel a vendégmunkás bűnözésre. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt országgyűlés, most 2 perces, a vezérszónoki felszólások végére értünk, most 2 perces felszólások következnek. Megadom a szót Tilki Attila képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, tisztelt képviselőtársaim. Az előző körben Sztárai Péter államtitkár úr intelligensen eligazította, vagy elmondta a véleményét a Mi Hazánk vezérszónakának a felszólalásáról, amiben háború pártisággal vádolta meg a kormányt. Én ebből a felszólalásból egy dologra szeretnék reagálni, és fölhívni tisztelt képviselő figyelmét, hogy a Stipendium Hungaricum pályázatra ne nyilatkozzon dehonestálóan, vagy tegye föl önmagának azt a kérdést, hogy amikor még a korábbi pártjának az elnökével jó barátságban voltak, akkor az az illető azt mondta, hogy mi Attila unokái vagyunk, a türk államokban is népszerű egyébként a Stipendium Hungaricum, és egyébként az egész világban. Tehát így el, hogy nagyon sok olyan hallgató tanul ezzel a pályázati lehetőséggel élve, aki utána igenis, hogy az ország számára fontos lehet, hogy csak egy tényre hívnám föl a figyelmet, nyilván ön a fiatalabb korosztályhoz tartozik, de tudja, az afrikai országokban, az agrárdiplomáciában azok a volt Magyarországon tanult hallgatók segítenek, akik itt szerezték meg a tudásokat, és most természetesen nagyon szívesen együttműködnek Magyarországgal. Az ilyen pályázatoknak a haszna az későbbiekben realizálódik, és minden országban, kiragadott egy példát, hogy a vietnámiak itt tanulnak az állam pénzén, igenis minden országban népszerű. A visszatérve a türk államok szövetsége egy kifejezetten közkedvelt program, és a türk államok, és ha jól tudom, ön inkább azért a türk rokonságot fogadja el, a türk államoknál is népszerű, tehát óvatosan a Stipendium Hungaricum pályázat lekezelésével erre szeretném kérni. Köszönöm szépen. Képviselő úr, megadom a szót Novák előtt képviselőnek, Mi Hazánk képviselőcsoport, parancsoljon. Tisztelt képviselő úr, Vona Gábor sohasem volt a barátom, az elnököm volt. Nem csoda, hogy a Jobbik történetének máig egyetlen vétózott alelnöke lehettem általa, és miatta kényszerültem legalábbis erkölcsi okokból és szempontból a mandátumomról is lemondani.
Viszont a Stipendium Hungaricum keretében évi 200 vietnámi hallgató Magyarország által finanszírozott felsőoktatási jelenlétét igenis kifogásolom, és bár nagyon jó a viszonyunk természetesen például magával a török nagykövet asszonnyal is, aki személyesen hívott meg és köszöntött minket például a legutóbbi konferencián, amelyet viszont bojkottált az összes többi párt, nem csak önök, azért legyünk igazságosak. Ez a gázai népirtás megállítását célozta természetesen, és bár a Mi Hazánk Mozgalom évértékelőjén is köszönthettem a török nagykövet asszonyt, azonban nem támogatjuk természetesen azt sem, hogy török vendégmunkások árasszák el Magyarországot. Tehát a mi külkapcsolataink az nem a bevándorlást célozzák, hanem a gazdasági együttműködést, és nagyon örülnék, hogyha a magyar kormány is inkább erre helyezné a hangsúlyt, a különböző letelepedési kötvényekkel kapcsolatos mutyi, vagy a demográfiai katasztrófa helyzettel való szembenézés helyett kínált lakosságcsere az, amit a kormánytól látunk. Örülnék, hogyha ehelyett foglalkoznának inkább az érdemi gazdasági együttműködéssel. Köszönöm.